szerb-magyar határ közvetlen közelében fekvő, elsősorban fürdővárosként ismert Palić már 25 éve minden nyáron az európai filmek szerelmeseinek kedvelt úti célja. Idén 12 kategóriában több mint 100 filmet mutattak be az Európai Filmek Nemzetközi Fesztiválján Palićon. A palicsi filmfesztivál iránt minden évben hatalmas az érdeklődés. A többszörös teltház is azt mutatta, hogy a térségben az európai filmek nagyon népszerűek. A palicsi filmfesztivál lelke a közönség. Ezért törekszünk arra, és én is a programok szervezése terén a filmeket válogató csapattal közösen, hogy olyan filmeket találjunk, amelyek jól hathatnak a közönségre, azért, hogy a közönség élvezettel érkezzen ide ezután is. Az előző évekhez hasonlóan a fesztiválon adták át a Livka Sándor díjakat, amellyel az európai filmkészítésért sokat tett alkotókat ismerik el. Idén Brian Cox és Rade Serbedzsi Jeszín művészek érdemelték ki ezt a kitüntetést. Azt hiszem, az európai filmművészet minden kultúra számára nagyon fontos. A filmkészítésben rendkívüli jelentőségű az európai hagyomány. Nagyon sok neves rendező származik a világ ezen tájáról. A szemlén fiatal európai rendezők munkái, a környezetvédelemmel foglalkozó alkotások és a Fekete-tenger régiójából származó művek mellett helyet kapott a magyar filmek válogatása is. A Szegedi Rendezvény és Média Központ Non-Profit Kft. És a Szabadkai Szabad Egyetem együttműködésének köszönhetően pedig a palicsi filmmustra nézői a Szegedi Zsigmond Vilmos Filmfesztiválon szereplő filmekből is láthattak egy válogatást. Nagyjáték filmek közül kevesebbet mutatunk be, mert már itt szerepel egy új magyar film szekcióban több film, ami nálunk is versenyfilm volt, így például a Budapest Noir és az Aurora Borealis, de bemutatjuk a díjnyertes filmünket, illetve ezt már tegnap láthatták is a vendégek, a 14. Lajos halálát, illetve bemutatjuk a butáni magyar filmet, amit Zurbó Dorottya rendezett, és két kis film összeállítás, mindegyik díjnyertes, valamilyen díjat kapott mindegyik film. A két filmfesztivál együttműködése ugyan még fiatal, de a szervezők a közös munkát hosszú távra tervezik. A nagymúltú palicsi rendezvény tapasztalatai rendkívül hasznosak lehetnek a szegediek számára. Ez az első alkalom, hogy mi Szegedről a Zsigmond Vilmos Filmfesztivál, illetve Palicsról, Szabadkáról a palicsi filmfesztivál együttműködik. Ugye a Zsigmond Vilmos Filmfesztivál az idei a második volt, amit májusban szerveztünk, viszont a palicsi filmfesztivál már a 25. Tehát két város, két szomszédváros együttműködéséről van szó, és azt gondolom, hogy eddig is volt Szabadka és Szeged között együttműködés, de egy új területre, egy kulturális területre is ki fog terjedni ezt követően az együttműködés. Mind a szegediek, mind mi azt szerettük volna, ha el tudnak jönni hozzánk, hogy megnézzék, hogy mi hogy szervezzük meg a fesztiválunkat. Ugyanis több mint két évtizedes tapasztalatunk van ebben. Mi nagyon büszkék vagyunk, hogy átadhatjuk a tapasztalatainkat a szegedi kollégáknak. Very proud and to present our experience to our colleagues from Hungary. A kulturális együttműködés arra is lehetőséget biztosított, hogy a filmezés iránt érdeklődő szegedi és szabadkai fiatalok együtt ismerkedhessenek meg a filmkészítés egyes fázisaival. A FILMY projektben a diákok mindkét városban részt vettek egy-egy tréningen, ahol az elméleti oktatás mellett a gyakorlati képzésre is nagy hangsúlyt fektettek mentortanáraik. Ha ők a lényegre tudnak központosítani, és nem a vizuális szenzációkra, nem csak a technikára, nem csak a ilyen külső dolgokra, hanem magára, a tartalomra, a mondani valóra, akkor nagyon sokat elértünk. A műhely munka során minden munkafolyamatot nekik kellett elvégezni. Forgatókönyvet írtak, eljátszották az egyes jeleneteket, végül pedig ők forgatták le a kisfilmeket is. Az első téma, amivel foglalkoztak, a boldogság volt, ezután pedig arra a kérdésre keresték a választ, hogy mit is jelent a barátság. 4 vagy 5 darab jelenet van, és különálló csoportok készítették ezeket a jeleneteket, de mégis a barátság téma foglalja így össze. És úgy próbáljuk megcsinálni ezt a kis filmet, hogy a kamera egy helyben áll, és egy shotból készül az egész, és az emberek leföl mennek, és hát megpróbáljuk megmutatni, hogy a barátok milyenek egymással. De gyere vissza, ne beszélgess már! Itt fontos dolgokról beszélünk, most találkoztunk hosszú idő után. We will make a long film. Szeptembertől áprilisig dolgozunk majd egy hosszabb filmen közösen. Az elkészült művet a Szegedi Fesztiválon mutatjuk majd be. On the Hungarian Film Festival.
A fiatalok közül többen a gimnázium után filmes pályára készülnek. Néhányan rendezők szeretnének lenni, míg másokat inkább az operatőri vagy a vágói pálya vonza. A FILMY projekt lehetőséget biztosít mindannyiuk számára ismereteik bővítéséhez, filmes tapasztalatok szerzéséhez. Jelenleg csak ebben az irányban tervezek tovább tanulni, lehetőleg minél konkrétabban a film készítés felé, nem csak így a szervezése, mondjuk, tehát nem gyártásvezetői munka, vagy nem finanszírozás, mondjuk, mint egy producer, hanem vagy forgatókönyvíró, vagy rendező. A filmvetítések kellemes környezetben több helyszínen zajlottak. A hivatalos versenyprogram 14 filmjét a palicsi szabadtéri színpadon esténként láthatta a közönség. Ami egy nagy érdeme a válogatásnak, hogy igazán sokszínű. Hogy sokféle alkotótól, sokféle szemléletű, sokféle stílusú filmet válogattak be, nem teszik le a garast egy valami mellett, és ez szerintem nagyon fontos és hasznos is. A vetítések mellett koncertekkel, kiállításokkal, kerekasztal beszélgetésekkel is várták a látogatókat. A fesztiválon a filmrajongók, a diákok és a zsűritagok egyaránt remekül érezték magukat. Úgy gondolom, hogy nagyszerű, hogy itt van Szerbiában egy ilyen fesztivál. Nagyon jól szervezett, sokat hallani erről a rendezvényről. That is great and that is great. Nagyszerű ez a fesztivál. Az emberek és a kultúrák sokszínűsége fantasztikus. Minden a legjobb. A fesztivál az nagyon jó, a kisfilmek is szenzációsak, van pár ilyen nagyon művészfilm, amit még nekem is nehéz értelmezni, és nagyon jó minden. Palić az egy teljesen elvarázsolt hely, úgyhogy valahogy az ember kiszakad az időből, nem a múltba, hanem valahogy az időn kívülre kerül, egyszerűen a környezet miatt valahogy lelassul, az ember jobban kinyílik, és nagyon jól látni a helyi közönséget a moziban. Az, hogy ilyen sokan jönnek, hogy ennyire érdekli őket a film, a mai film, az egy kicsit erőt ad, egy kicsit az ember nagyobb reményekkel fog bele a következő munkájába. Az Európai Filmek 25. Palicsi Fesztiválján a nemzetközi zsűri döntése alapján a legjobb filmnek járó aranytorony díjat a belga Lucas Dont filmje, a Lány című film érdemelte ki. A legjobb rendezőnek járó palicsi tornyot a Dan Rasmus Klosterbro kapta a Fúrófej című alkotásáért. A zsűri külön díját Arancsa Echevarría spanyol rendező Carmen és Lola című műve kapta.